Mészáros Nikolett és Kis Ákos mutatja be produkcióját a zsűrinek. De ez természetes lenne egy néptánc versenyen, csak hogy ők bugyiszlóiak, ahol hagyományőrző egyesület működik. Ez volt az első alkalom a szólótánc versenyek történetében, hogy a nem táncegyüttesekben edződő fiatalok is színre léphettek. Ez a tehetséggondozásnak a következményeképp jött létre ez a hálózatos verseny, ami azt jelenti, hogy mindazok, akik a csoportos munkában kitűnnek egyéni teljesítőképességükkel vagy egyéni adottságaikkal, azokat ezek a műhelyek, ezek az iskolák külön foglalkoztatásba részesítik, és elviszik őket versenyre, például egy ilyenre. Nem csak arra jó, hogy egy belső energiát megmozgasson és belülről kapacitálja a táncosokat arra, hogy egyre jobbak legyenek, hanem arra is nagyon jó, hogy meglássuk egymást, megnézzük, hogy másik hogy dolgozik, és az inspiráljon bennünket arra, hogy lépjünk tovább, haladjunk. És hát ennek a versenynek a legnagyobb erénye most az, hogy sikerült megszólítani a hagyományőrző kategóriát, ami azt jelenti, hogy soha még ebben az országban nem volt hagyományőrző táncegyüttesekben táncoló gyermekeknek verseny. És most sikerült néhány, nem mindenkit, nem sokat, de az első lépésként néhány környező együttest megszólítani, és el is hozták a legkiválóbb táncosaikat. És ott hát érdekes tapasztalatunk van. Ugye régen azért volt erős egy hagyományozó táncegyüttesben táncoló parasztasszony, mert olyan munkát végzett a mezőn, az erdőben, a földeken, ahol erős volt a lába, erős volt a karja, a dereka. Na most ugye ezek a munkák elmentek, és az az erős lábú ember, erős kezű ember, az a saját nagyszülőitől tanulta meg, hogy hogyan táncol, hogyan énekel, míg ezek a gyerekek már csak tanártól tanulják, erőtlen lábbal, gyenge kézzel, és mondhatnám, még a táncegyüttesekben nagyon erős technikai képzés van, addig a hagyományőrzőknél még nem indul be ilyen technikai képzés. Tehát nagyon érdekes következtetésekre ad okot ez a verseny. És persze úgy, mint Bogyiszlón van az a helyzet, ahol a két tematika keveredik. Köszönhető ez Huszárikné Bölök Zsófiának, aki a bartinás módszerekkel a tarsolyában vezet egy hagyományőrző csoportot. Ezek a gyerekek azért fogadják el Bogyiszlón, mert én onnan jöttem. Én ugyanabban a kultúrban kezdtem 5 éves koromban táncolni, ahonnét most ezeket a gyerekeket hoztam, és ahonnét, vagy ahol ezekkel a gyerekekkel én dolgozom. Tehát engem ismernek, és tőlem ezt elfogadják, és sokszor a kemény munka azt gondolom, hogy majd meg fogja hozni a gyümölcsét, de ezt néha nehéz elfogadni, de soha nem mondták azt, hogy ők ezt nem szeretnék csinálni, és soha nem tanúsítottak semmiféle ellenállást. Ők ezt nagyon szívesen csinálják, mert szeretik, és tudják azt, hogy a szüleik, nagyszüleik hagyományait, értékeit visszük tovább, mert én ezeket ismerem, mert én vagyok az a személy az ő számukra, aki hitelesen viszi ezeket a dolgokat tovább, és bármikor elfogadják tőlem, ha hiteles vagyok, és jól felkészült, akkor tudom azt a táncanyagot tovább éltetni, tovább vinni, amit az őseink táncoltak. Én mondom, hogy őseink, mert az én nagymamám bogyiszlói, és az egész familiám bogyiszlói, és pontosan és ugyanúgy, ahogy ők táncolták, akkor tudjuk tovább éltetni. És azt gondolom, hogy nekünk, együttesvezetőknek az a célunk, gyerektáncsoport pedagógusoknak, az a célunk, hogy ezt az eredeti kultúrát megőrizzük, és abban a mi voltjában adjuk tovább a gyerekeknek, ahogy ezt mi is megismertük még. Külön szempontrendszere a kategóriáknak. Nyilván az életkori sajátosságokat figyelembe véve tudjuk őket figyelembe venni, hogy annak a kategóriának megfelelően táncolnak, és hogy táncolnak a fiatalok, a gyerekek. Nagyon ügyes és nagyon színes a felhozatal. A hagyományőrzők egy másik iskola, tehát ők ugye, akik azt mondjuk, hogy anyatejjel szívják, de nyilván már nem így van, mert nem a hagyományban élnek, hanem a hagyomány visszatanulói, akár csak a nagy műhely munkáknak a, tán,
a műhely munkákban nevelkedett táncosok. És az nagyon fontos, hogy a családi indítatása milyen ennek a dolognak. Tehát az, hogyha valaki a nagymamája ruhájában tud táncolni, az már egy lelki töltést ad annak a kicsi gyereknek, de azt kell mondjam, hogy nem vele járója. Tehát vannak olyan gyerekek is, akiknek a nagymamái csak ülnek és nézik laikusként a nézőtéről, és vannak olyan gyerekek, akiknek a nagymamái öltöztetik a gyerekeket. Remélhetőleg minél több gyerek tud jönni majd ilyen versenyekre, mert ennek pont az a lényege, hogy ne versenyszinten értékeljék ezt a dolgot a gyerekeknél, meg a szülők se várjanak el itt eredményeket, hanem az a felkészülés, az a tudás, amit itt a gyerekektől látunk. És nagyon fontos, hogy az nekem nagyon sokszor többletpontot okoz és jelent, hogyha mosolyognak, élvezik, folyik belőlük a tánc, nem pedig egy lecke ízű felmondást láthatunk a produkció alatt. A zsűri sokféle szempontrendszert figyelembe véve hozta meg a döntéseit. Külön díjazták a hagyományőrzőket, a táncegyüttesi kategóriában indulókat, de figyelemmel voltak a korosztályokra is. A legjobbak kiemelt arany, ezüst vagy bronz minősítéssel térhettek haza.